Van itt egy fontos tennivalója mindenkinek. Nézem, hol tart a sorszám az aláírásnál. Ki szeretne a 240. lenni? Gyertek, légy szíves, írjátok még alá. Minél többen. És várunk mindenkit felszólalásokra is. Lesz még időnk rá. A következő felszólalónk Tóth Judit. Ő az ördögi tervről fog nekünk beszélni. Nem fogok izgalmas dolgokat, egy picit ilyen lazításképpen az ördögi tervet azért hoztam fel, mert biztos láttátok a Facebookon Damm Andreának azt a fantasztikus, amit készített vele, sajnos nem tudom, hogy melyik tévé, amiben többször mondja, hogy micsoda ördögi tervet forraltak ki ellenünk a bankok és a kormány. Na most én nagyon kérlek benneteket, hogy én az ördögöt úgy tudom elképzelni, hogy szeretettel tudjuk legyőzni. Mire gondolok? Azzal, hogy mi, akik most itt vagyunk, szeretettel fordulunk egymás felé, és segítünk egymásnak. Szeptemberre tolták ki a kilakoltatásokat. Valahogy szervezzük meg, itt van a Nem adom a házam mozgalom. Írjatok, kérjetek segítséget, és fogjunk össze, és védjük meg egymást. És ne piszkáljuk egymást a Facebookon, a kommentekbe. Komolyan mondom, sírni tudnék a rossz, sok rossz indulatú embertől. Nem tudjuk őket legyőzni, csak ha szeretettel fordulunk egymás felé, összefogunk, higgyétek el, hogy győzni fogunk. Ennyit szerettem volna.